Jó estét kívánok, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Civilizáltabb hangnemet szorgalmaz Donald Trump a politikai életben, és elítélte az erőszakot, miután az elmúlt napokban a Clinton házaspár és Barack Obama mellett a CNN és Soros György címére is robbanó szerkezet, illetve fehér por érkezett ismeretlenektől. Az FBI megerősítette, a robbanó szerkezetek valószínűleg egy helyről származnak. Így néz ki az a bomba, amit a CNN székháza mellett találtak. Az FBI szerint egyértelműen házi készítésű szerkezetről van szó. Nem kellett hozzá sok minden. Műanyag csövek, kénnel és puskaporral megtöltve. Egy digitális órából kiszerelt időzítő, néhány drót és üvegdarabok, hogy még nagyobb legyen a pusztítás. A szerkezethez egy borítékot is rögzítettek, amiben fehér port találtak. Barack Obama, Hillary Clinton és a CIA volt igazgatója John Brennan is ilyen bombát kaptak. Legalább 8 gyanús csomagot azonban még kézbesítés előtt sikerült megállítaniuk a nyomozóknak. Többet itt a Los Angeles-i posta központban kapcsoltak le. Az egyik robbanóeszközt Joe Bidennek, Obama volt alelnökének címezték, de Trump egyik helyi kritikusa, egy kongresszusi képviselőnő is kapott volna 2. A robbanó szerkezetek készítéséért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget. Bár a küldemények közül egyik sem robbant fel, így senki nem sérült meg, ennek ellenére a New York-i városvezetés hivatalnokai már terrorizmusnak nyilvánították a bombák szétküldését. New York polgármestere szerint a félidős választásokhoz közeledve túlságosan eluralkodott az embereken a széthúzás és a gyűlölet. Ez vezethetett ahhoz, hogy egyesek az erőszakot válasszák. Hadd üzenjem azt minden állami dolgozónak, bármelyik párthoz is tartozzanak, hogy ne szítsák tovább ezt a gyűlöletet, mondta Bill de Blasio. Üzenete egybecsengett az amerikai elnök reakciójával. Donald Trump szerdán a Fehérházban aljasnak minősítette a történteket. Ugyanakkor azt is hozzátette, az amerikai politikai élet szereplőinek civilizáltabban kellene beszélniük, még ellenfeleikkel kapcsolatban is. Trump kijelentette, semmilyen politikai erőszaknak vagy fenyegetésnek nincs helye az Amerikai Egyesült Államokban. A rejtélyes küldemények felbukkanásának okairól beszélgetek tovább Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőivel. Szervusz Eszter, jó estét! Szervusz Géza, jó estét kívánok, és üdvözlöm a kedves nézőket is! Ugye hát nyilván a legtöbb embert az érdekli, hogy ki készíthette a bombákat, ki állhat e mögött az ügy mögött. Igen, erről egyelőre nem sokat lehet tudni, csak levonni bizonyos következtetéseket. A gyanút mindenképp a republikánus oldalra próbálják terelni, azzal, hogy az összes címzett elkötelezett demokrata és vagy Trump elnök elkötelezett kritikusa is, mint például Robert De Niro, a színész, aki ennek rendszeresen hangot is adott, és akinek a New York-i étterméhez szintén címeztek egy ilyen eszközt. Egyesek emlékeztetnek egy bizonyos Ted Kaczynski nevű bombakészítőre, aki 17 éven keresztül készített és küldözgetett is robbanóeszközöket amerikai akadémikusoknak és üzletembereknek. 3 ember halt meg, és 23-an megsebesültek miatta, mielőtt 1996-ban végül letartóztatták. Abból az ügyből az volt az egyik tanulság, hogy ha egy bombakészítő megfelelően képzett és egyedül dolgozik, vagyis nem kommunikál másokkal, akkor nagyon sokáig el tudja tüntetni a nyomokat maga után, hogy ne találjanak rá, reméljük ez most nem lesz így. Hát csak azért sem, mert nem hiányzik, hogy ebben az ügyben is sebesültekről, netán áldozatokról kelljen beszélni. Nem hiányzik, főleg a félidős választások közelettével, nem. Egyébként nagyon halkan jegyzem csak meg, hogy az is a demokraták malmára hajtaná a vizet, ha mégis lennének esetleg sérültek, de inkább nem is mondtam semmit, ez ne történjen így. Egyébként az Egyesült Államokban sajnos 2001. szeptember 11-e óta is létezik, nagyon is létezik terrorizmus. Egy amerikai kutatóintézet összeszedte, hogy csak azóta összesen 104 amerikait öltek meg dzsihadisták, 73-at szélsőséges jobboldali terroristák, 8 embert pedig fekete nacionalisták, vagyis a tanulmány szerint a politikai erőszak igen széles körű ideológiai és motivációs háttérből táplálkozhat. Ennyit lehet egyelőre tudni, reméljük hamarosan több is kiderül a mostani esetekről. Így van, és hogyha kiderül, természetesen be is számolunk róla. Köszönjük, Eszter. Én is köszönöm. Megszólalt a szaúdi koronaherceg a meggyilkolt újságíró ügyében. Mohammed bin Salman úgy fogalmazott, minden szaúdi számára fájdalmas bűncselekményről van szó. A sajnálkozás mellett a felelősök megbüntetését ígérte. Irán közben azzal vádolta meg Washingtont, Amerika támogatása is kellett ahhoz, hogy Riad véghez vigye a gyilkosságot.
A felelősök megbüntetését ígérte a szaudi koronaherceg a hónap elején Isztambulban meggyilkolt újságíró ügyében. Minden szaudi számára fájdalmas bűncselekmény volt, egy visszataszító tett, amelyet semmilyen módon nem lehet igazolni. A szaudi hatóságok a jogi előkészületi munkák utolsó fázisában vannak ahhoz, hogy a török hatóságokkal közös vizsgálatot folytathassanak le. Az elkövetőket bíróság elé fogjuk állítani, és megbüntetjük őket, fogalmazott Mohammed bin Salman. Hasonlóan fogalmazott a török elnök is. Recep Tayyip Erdoğan azt mondta, nem fogják engedni, hogy az ügyet eltussolják, és valamennyi felelős bíróság elé állítását ígérte. Az iráni elnök pedig azzal vádolta meg Amerikát, ők adtak engedélyt a férfi kivégzésére. Washington védelme nélkül alig ha merték volna végrehajtani ezt a gyilkosságot. Megdöbbentő, hogy ebben az új évszázadban is ilyen brutális, államilag szervezett gyilkosság szemtanúi vagyunk, fogalmazott Hassan Rouhani. Jamal Khashoggi meggyilkolása hetek óta ad témát a nemzetközi diplomáciának. A gyilkosság miatt az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba az egyik legszorosabb közel-keleti szövetségesével szemben. Ennek első lépéseként megvonták az amerikai vízumot a merénylet felelőseitől. Újabb konkrét intézkedésekről még nincsen hír. Németország felfüggesztette a Szaúd-Arábiába irányuló fegyverexportot. Párizsban pedig Emmanuel Macron hallgatása verte ki a biztosítékot az ellenzéki pártoknál. A francia elnök nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy Berlin példáját követve ők is felfüggesztik-e a fegyverek értékesítését. 2008 és 2017 között Szaúd-Arábia volt az uniós tagállam fegyvergyártóinak második legnagyobb felvásárlója. Elutasították a francia hatóságok Nicolas Sarkozy kérvényét, amelyet a volt francia elnök azért nyújtott be, hogy elkerülje a bírósági eljárást az egyik ellene zajló ügyben. A politikus a vádak szerint jelentősen túllépte a törvény által biztosított pénzügyi kereteket a 2012-es választási kampányban. A volt elnöknek még egy fellebbezési lehetősége van, mielőtt bíróság elé állna az ügyben. Sarkozy ellen három különböző eljárás folyik. A politikust befolyással való üzérkedéssel és korrupcióval is vádolják, egy másik nyomozásban pedig azt vizsgálják, fogadott-e el kampánypénzeket Muammar Gaddafi néhai líbiai vezetőtől. Szabadon engedtek Szíriában egy három éve elrabolt japán újságírót. A férfi 2015-ben Törökországból ment Szíriába, ahol az Al-Qaida ottani csoportja rabolta el. Legutóbb egy főleg kínai ujgurokból álló dzsihadista csoport szíriai parancsnoka tartotta fogva. Szabadon engedéséről már a feleségét is értesítették. Delegációt küldött a japán kormány Törökországba, hogy azonosítsák az újságírót, aki több mint három évig raboskodott Szíriában. A 44 éves férfi szabadon engedéséről és hollétéről Katar értesítette a tokiói kormányt. Katar, Törökország és más országok a szolidaritásukat fejezték ki. Szeretnék köszönetet mondani, különösen Katar és Törökország együttműködéséért, mondta a japán miniszterelnök. My name is Junpei Yasuda. A szabadúszó újságírót a török biztonsági szervek és hírszerzők munkájának eredményeként engedték szabadon. Hatály tartomány székhelyére Antakya városába vitték a helyi bevándorlási hivatalba. A japán hatóságokkal folytatott konzultációk eredményeként bizonyítást nyert, hogy a kérdéses személy Yasuda Junpei. Megállapodtunk, hogy a hivatalos eljárás végén átadjuk nekik, mondta a török tartomány kormányzója. A japán férfit végül a helyi reptérre vitték, ahonnan Isztambulba repült, hogy onnan később egy másik géppel Tokióba repülhessen tovább. Az első járaton nyilatkozott is egy őt kérdező újságírónak. Örülök, hogy hazatérhetek. Már 40 hónapja nem beszéltem az anyanyelvemen. Alig találom a szavakat. Nem tudom, hogyan tovább. Azon gondolkodom, mit tegyek ezután, mondta a szabadon engedett férfi. Az újságírót nem először rabolták el. 2004-ben is fogságba esett Bagdadban. Az akkori eset után hazájában többen bírálták, mert a tokiói kormány egyezkedésre kényszerült a szabadulása érdekében. A kabinet szerint most nem fizettek érte váltságdíjat. Már legalább két ember meghalt az Egyesült Államokba tartó közép-amerikai migránsok közül, állítják a hondurasi hatóságok. Egy férfi Mexikóban leesett egy teherautóról, egy másik pedig Guatemalában vesztette életét, amikor megpróbált felmászni egy teherautóra.
Újabb közép-amerikai migráns karaván halad át Guatemalán, hogy eljusson az Egyesült Államokba. Létszáma meghaladhatja a 2000 főt, ráadásul a következő napokban újabbak követhetik. Egy 12 napja indult másik karaván szerdán már a mexikói Mapastepec városában volt. Hozzászoktunk, hogy különböző nemzetiségű migránsok keresztül mennek a városunkon, de ilyen sok emberrel még nem volt dolgunk, és ez adminisztratív kihívás lett számunkra, mondta a helyi polgármester. A város mindegy 160 kilométerre van a guatemalai határtól, és a harmadik hely, ahol a migránsok megpihentek. 6 befogadó állomást nyitottak nekik, ahol orvosi ellátást kaptak. A leggyakoribb probléma, hogy többeknek kisebesedett a lába a hosszú út miatt, de sok gyerek is beteg lett. Sok gyerek lázas, influenzás, köhög, vagy ki van száradva. Ilyen helyzetben a migránsoknak nagy szükségük van ránk. Ideje megmutatnunk a minden ember szívében ott rejlő emberiességet, mondta a helyi szociális hivatal vezetője. Mike Pence kedden Venezuelát vádolta meg a migráns karaván finanszírozásával. A latin amerikai ország elnöke Nicolás Maduro emiatt szerdán őrültnek és szélsőségesnek nevezte az amerikai alelnököt. Lángeszű rablók sültek fel Belgiumban. A kabaréba illő jelenet egy elektromos cigarettákat árusító boltban játszódott, amelyet 5 férfi akart kirabolni. A boltos a délelőtt betérő tolvajoknak azt javasolta, hogy jöjjenek vissza záróra körül, amikor több pénz lesz a kasszában. Nem tudja, hogy kilepődött meg jobban a boltos azon, hogy bejött a trükk, vagy a kasszafúrók, akiket zárórakor az eladó mellett rendőrök is vártak. A hatóságok mind az 5 férfit letartóztatták, egyikük még fiatalkorú. Ezzel a vicces, de igaz hírrel búcsúzunk Önöktől, további szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!